Az egykulcsos adó eltörléséért aláírásgyűjtésbe kezdett a Párbeszéd Magyarországért. A párt politikusai erről tartottak sajtótájékoztatót Hajdúszoboszlón, a Zöldségpiac bejárata előtt. Az egykulcsos adó a Fidesz ősbűne, melynek következtében 10-ből 8 ember kevesebb pénzt visz haza, fogalmazott Dorosz Dávid, a Párbeszéd Magyarországért országgyűlési képviselője. Majd hozzátette, szerintük ezzel az adóval a kormánypárt, a gazdagokat, a saját önkormányzati, országgyűlési képviselőit és polgármestereit segíti. Az egykulcsos adónak köszönhetően egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy akár csak pár napra is elmenjenek a Balatonra, egyre kevesebben tudnak téli gumit venni az autójukra, és egyre kevesebbeknek jut felvágott a vacsora asztalra. Sőt, az egykulcsos adónak köszönhetően több mint 50 000 munkahely is megszűnt, hiszen az egykulcsos adó megszüntett munkahelyeket, és a gazdaságot leállította. A másik következménye, hogy a Fidesz politikájának következtében több mint 500 000 magyar fiatal hagyta Magyarországot. A politikus úgy véli, hogy az egykulcsos adóval a Fidesz lerombolja a gazdaságot, elszegényíti azokat a magyar embereket, akik a családjukért és az országért dolgoznak. Ezért döntöttek úgy, hogy az Együtt PM Szövetség aláírásgyűjtésbe kezd, melynek célja, hogy november végéig minél több változást akaró polgár írja alá az egykulcsos adó eltörlésére irányuló petíciót. Nagyon sokan jönnek, nagyon sokan írják alá az íveket, mondják el, hogy támogatnak minket. Még fideszes szavazók többsége is azt mondja, hogy bár egyetértenek a Fidesz sok intézkedésével, az egykulcsos adóval nem értenek egyet, hiszen ők is érzik azt, hogy ez egy igazságtalan adórendszer. Az Együtt PM kormányra kerülve egy olyan igazságos adórendszert fog bevezetni, ami a törekvő magyar embereket fogja segíteni, azokat az embereket, akik keményen dolgoznak nap mint nap azért, hogy nekik és a családjuknak jobb legyen. Mi őket szeretnénk támogatni, nem pedig a parlamenti képviselőket és a polgármestereket. A hajdúszoboszlóiakat pénteken délután a Zöldségpiac bejárata előtt várták, hogy aláírásukkal elősegítsék az egykulcsos adó eltörlését. Még éppen pakoltuk ki a kitelepülő állványunkat, és már jött egy hölgy, hogy itt lehet-e aláírni. Tehát én azt mondom, hogy az emberek saját bőrükön érzik azt, hogy milyen hatással van az életükre az egykulcsos adó. Érzik azt, hogy hogyan éltek pár évvel ezelőtt, hogy amikor elmentek a boltba, adott mennyiségű pénzzel mennyit tudtak venni, és most mennyit tudnak, és azt hiszem, hogy ez a legegyszerűbb és legtermészetesebb mozgósító erő. Mi nem akarunk mesterséges eszközökkel bevonzani embereket, nem folytatunk számháborút, hogy hány millió aláírást szerzünk, viszont egy valami biztos, akik itt aláírják, akiknek ott lesz a neve a papíron, azok valódi aláírók, és nem kitalált nevek, Gipszi Jakab és stb. Ismerjük a történeteket a másik oldalról. Úgy gondoljuk, hogy ebben is más kell, hogy legyen a mi stílusunk. Dorosz Dávid hozzátette, szerintük az egykulcsos adórendszer az emberek 80%-ának kárára vált. Az Együtt PM Szövetség hatalomra kerülve igazságos, kétkulcsos adórendszert vezet be, amellyel 10 emberből 8 jobban jár, mint ma, mondta a politikus.